Hello, everybody! Üdvözlök mindenkit is, jövök rá a DFD csatorna. Itt vagyunk egy olyan videóval, pedig a GTA 5-tel. Most Michael-el szeretném megcsinálni ezt az easter egg videót. Ez az arra, ami van itt, én nem ilyet hoztam. Na mindegy, a mai videóban is egy easter egg-et fogunk felderíteni, hogy igaz-e vagy hamis. Mégpedig az úgynevezett Bermuda háromszöges jelenséget, ilyen is van a játékban. Ha túl messzire megyünk a szigetről a repülővel, akkor lezuhan a gép. De nem vagyok benne biztos. Mint hogy a hasonló történt volna, hogy egyszer kiment a óceánra és lezuhant a repülőgépen, mert letörött róla a szarny, ezért most újra meg fogom ezt csinálni. Hogy ez igaz-e? És miért tud a zene van benne? Tegyük be a non-stopot. Azért mégiscsak jobb. Valamik, akkor gyerünk el ide a repülőtérre. Egyébként srácok, hogyha tetszek nektek ezek a GTA 5-ös videók, akkor légy szíves, lájkoljátok a videókat, iratkozzatok fel a csatornára. Na hát és akkor... Hát kérdezzük, hogy miért az autó, mert ott álltok, hogy Michael-t elhagyta a családja, mint a végig játszásban. Csak végig játszás videót, nem csak srácok. Egyébként, hogyha kivittük a Forza Horizon 3-at, akkor majd jön a, akkor majd csinálok új sorozatot. Mégpedig milyen sorozat? Talán Need for Speed Payback sorozatot, mert csak az a tépán nekem meg, ami a Forza jellegű. Úgyhogy, ja. Akkor itt is olyan repülőt érnék. Elég bénan vezetek, ezért sorry. Na, akkor igazából csak be is kell ide menni. Szállt faszi. Tudom kis halnokcsillagos körödés. Ma nem akarom pro, mint régen a játékben egyébként. De most szállt le az a gép, amit el kéne kötni. Mi hát nincs lőszer? Semmi. Jó. Akkor siessünk oda. Gyorsan még hozzá. És megnézzük ezt a jelenséget. Az annyira nem félelmetes egyébként ez az easter egg. Mint mondjuk az előzőek az UFO nyomában. Az bevallom egy kicsit scary volt számomra. Egyébként az easter egg-ekkel nem vallunk meg, mert még lesznek ilyen videók bőven, úgyhogy emiatt ne aggódjatok. Egyébként az ablaknál van egy ilyen piros keret, ez nem tudjátok, hogy mi van? Tudja, az írja ma nekem egy kommentinyóba. Akkor szaladj fel a röpcsivel. Gyerekek be, ügyelünk. És megnézzük ezt a jelenséget, addig kapcsoljuk egy kis rádiót. Itt a belülről nézetről. Milyen lux. Még próbálom meg így repülni. És ott fog ki ezeket csinálni a repülővel. De persze meg fogunk hálni egyébként. Hogyha ilyen fog tört, hogyha ez igaz. Nem tudom mennyire igaz egyébként ez a jelenség. Amúgy meg már nem üldöznek, valósítem. Na. És ha van easter egg, akkor nem maradhat ki bele az is, hogy ilyen híres emlegetés helyről van szó, mint például Bermuda háromszögről.
Nem tudom, mennyire igaz egyébként ez, de a zene megy, az megy. Szóljon is. Tappadilidala, tappadilidala, tappadilidala. Bocsánat. Na, menjünk még egy pár kört, aztán beszólok. Na most elkezdett történni valami, hölgyeim és uraim, na nézzük meg. Na hát az igen, ez az iszterig akkor igaz. Hát zuhanunk a mélybe, akkor szerintem aki bungee jumpingolunk itt szótok. De az igen, hogy ez tényleg igaz. Egyébként. Hát túléltük, de az egy cápa áldozata leszünk, amint látom. De nem, akkor rej meg minket. Ha gyalfaltunk, akkor Trevorra. De túléltük egy ellenséget, gyerekek. Ezt el sem tudom hinni. Hát jó, akkor az easter egg igaz. De csak 6 perces a videó, akkor ez elég rövid lesz szerintem. Hát amit látom, Trevor élvezi az életét. Ez videó legyen ennyi. Igazából, akkor váltsunk kacsonyt, de még a Franklinre. Remélem minden egyes nézőnek tetszett a videó. De az most lehet, hogy ilyen rövidebb lesz, jó? Úgy látom, ez a szőrös gorilla egyten tornázott. Na jó. Hát akkor srácok! Akkor mutatnám is, hogy hova mentünk. Oda mentünk. Látjátok oda. De mindegy. Akkor remélem tetszett a videó. Megnézhetjük mi van egyébként Michael-el. Hogy hol van. Megindig itt van. Akkor látsunk vissza szerintem Franklinre. Na jó. Oké, srácokat, akkor ez a videó ennyi lett volna. Tetszett, akkor nyomjatok le lájkot. Rá egy lájkot. Nem tudok beszélni, van restem. Lekodatok fel mindenféleképpen a csatornámra. Én Dave voltam. Sziasztok!